Sziasztok, ez itt a Bögre. Csatornáim, Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader Kings 3 végjegyzésünket az előző rész tartalmából. Meg fogunk halni. <laughs> szóval szóval ez, ez, ez jön most. Uh, ugye megjelenik néha egy ilyen felirat, nem tudom mire fel, de néha megjelenik egy felirat, hogy már érezzük a halál közelségét, jadjadjadjá, de ez jelenteti azt, hogy meghalunk holnap, meg jelenteti azt, hogy meghalunk 5 év múlva. Vagy 10, vagy soha. Szóval bármi lehet. The Great Duelist. Um, úgy látszik, hogy, hogy küzdenek egymással, Miklós és Margaréta harcolnak, és mondhatnám, hogy, hogy azonnal be kell fejezni, vagy mondhatnám azt, hogy ez-e veszélyes, fogadjatok fel egy, egy, szakembert, vagy pedig, hogy ah, majd nem tudom én, hogy kell ezt csinálni, szerintem nyugodtan vagánykodhatunk, ezen a ponton már oly mindegy nekünk. Miklós már not do you anymore. Jó, jól alakult minden. Outliving a child. Meghalt Ádárn. Meggyilkolták Ádárnt! Miért pont Ádárn? Ádárnak nem volt... Miért pont ő? Ádár <laughs> nem örököl. Miért pont Ádán kellett megölni? Mátét kellett volna megölni. Vagy egy csomó fontos területet el fog venni tőlem. Ah. Oké, kapok egy csomó stresszt és kritikus szintre még emelkedik a stresszem. Mi lesz a területekkel? Severin, ez átkerült Déneshez. Hogy? Hogy örökölhetett Dénes? Ád uh, izé után, Ádárn után, Csák Dénes. Vagy nem ő volt? Ja, nem, váratok. Nem, ő itt volt. Bocsi, ő itt volt, és a... Aha, Ádának a, a lány örökölt, Katalin, na az nem fog még egyben maradni. Jó, ott nem az volt, Összekeverhetem a kettőt. Közben, ö, hát, ö, elmegyünk, elmondjuk egy titkunkat a. Ó, kit érdekel, nem. Nem csak semmit, úgyis meghalok én is. Frozen Grief, ami ad nekem. Health, Moderate Penalty. Vagy pedig el elihatom a bánatomat. Nem akarok is a végére. Vagy pedig elmondom a feleségemnek a titkomat. Jó, mondjuk el a titkunkat a feleségünknek. Nagyon jó. És ezzel megszűnt a magas stressz szintünk is. Újabb ostrom sikerült. Amúgy értékelném, hogyha Pápa véget vetne itt ennek a, a háborúnak lassan. Mert hát 50%-on vagyunk, szóval egyhamar nem fog véget érni. Főleg mutattam az előző rész végén, hogy mekkora idióta szendvicsek a szövetségeseim. De hogy... Igény lenne rá, hogy véget érjen, mert szerintem lesz egy kis, egy kis, öröklési válság, itt a következő években. Főleg azért, mert nekem majd meg kéne szereznem itt Erdélyt. Tehát ezeket a területeket. És nem megyek semmilyen háborúba, csak vagy békén, Dán királyom. Szóval az nem lesz egyszerű. Make acquaintances. Legyen Gregarius, vagy legyen greedy, vagy legyen lustful. Legyen greedy legyen greedy a karakterünk, az azt jelenti, hogy uh, szereti a pénzt. Néha nem jutnak eszembe. Ki kéne írni ide egy cetlire nekem a képernyőm ezeket a kifejezéseket, amiket mindig elfelejtek magyarul. A greedy az egyik ilyen, a másik ilyen, az a, az a arbitrary, és még vannak számosak, um, és, és, akkor, akkor ti is értenétek, hogy mi történik, és nem kéne így dadognom, mint egy idiót a szendvicsnek. Amúgy az, hogy kiölte meg, a fiamat, az egy nagyon jó kérdés. És valószínűleg Duchess Katalin, aki literálisan nulla éves, 27 májusban született. Wow! Két hónapos volt, mikor meghalt az apja. Az elég kemény. Szóval uh, szerintem ő sincsen túl nagy biztonságban. De hát, ha igen. Hát, ha senki nem fogja megölni. Ez valószínű, nem? 52% közben a háború. Elássuk-e a kardot Ágnessel? Persze! Most már simán ő az, akitől kicsaltam a területét. Nem volt egyszerű, meg egyszer le is áthozhatom véletlenül. Nem véletlenül, csak fölöslegesen. Szóval nem volt egyszerű, de sikerült, és ez az, ami számít. Ők azt tudnak házasodni. King Knud és a lányom. Oké. Jó. De azt hiszem, ők Patridenálisan házasodtak. Nem, Patri. Franc. Akkor miért nem volt az egésznek? Nem Valószínűleg szövetség értelme volt. Megint szeretnének uh, szeretnének egy várost, Abersworth városát szeretnék elkérni a lovagok. Az a helyzet, hogy lehet, hogy ezt megadom nekik, mert uh, mert nagyon sok pénzt adnak érte, és erre a pénzre mind szükségem lesz majd a most következendő időszakban, amikor ugye mindenki fel fog erre nem lázadni. Van, vannak emberek a börtönömben, az jó. 13 ember, azokat fel tudom használni majd arra, hogy gyújtson egy kis dreadet, de nagyjából ez így ennyi. Nem emlékszem, amikor jött elő ez a felirat. Most van 57. Fél éve mehet ez a rész most. Kb. Kiderült egy titok. Mindenki a börtönbe. Mindenki. mindenki. a börtönbe. Utána majd megbeszéljük. Lehet viszont egy új kancellárom. És az új kancellárom az Visegrádi Orbán legyen. Vagy Grimald. Grimaldal meg voltak a problémáink de nagyon jól végezni a munkáját. Mackó is jól végezni a munkáját. Te jól lennél Spymasternek egyébként. Várj, ez... Oké, okay, nagyon jó. Áthozzuk ide. Tehát ki... Igen. Yeah. Áthozzuk ide Grimaldot, aki sokkal jobb lenne uh, chancellor Chancellornak, mint Spymasternek, és ez a vazalusom, aki hatalmas vazalus és nincsen területe, ő meg tök jobb lenne Spymasternek, mint ami a Grimald volt. Á, minden összejön. Minden, minden elkezd működni. Fantasztikus. Nem sokára megvan ez az ostrom. Most már úgy ideje volt. Ez egy elég sokáig tartó ostrom. Itt viszont vannak gondok, és az a én sem vagyok elég erős, hogy ezt egyedül megoldjam ezeket a gondokat, amik ott pont ott vannak, ahol egyébként a, a, a háború legfontosabb része zajlik. És látjátok, hogy az AI-re nem lehet bízni, meg hagyatkozni, jó, majd ő megoldja, meg majd besegít, meg mit tudom én, hát nem. Hol nyerjük ezeket a csatákat? Elvasz. Itt volt egy csata. Hát jó. Itt is lesz egy csata. Remélhetőleg. Lesz vajon? Nem, itt lesz a csata. Ott viszont tuti lesz. Megvan egy újabb ostrom. Mehetünk tovább. Próbálok fővárosokat ostromolni, hát ha szerzünk ilyen értékes embereket. Most például szereztünk ebből az ostromból párat. Ha nem is értékes, de arra mindenképp jó lesz, hogy kivégezzünk vele dolgokat. Mármint kivégezzünk vele embereket. Be Full Field. Na, összeházasodtak, hál' Istennek. A provanciak, az nagyon jó. Mert abból születik majd, Remélhetőleg egy kisfiú, aki Árpád vérét fogja viselni magán. Tidbizt from far away. Megint a a piacra, találkoztam, vagy láttam érdekes kis cuccokat, és uh, megpróbálom, megpróbálom kinyerni a tudást az emberből. Uh, mindenképpen szeretném megfenyegetni a, a szegény Merkántot, hogy meséljen az életéről, meg a kalandjairól. Ez egy dreaddel jár, nem is az a lényeg, az a lényeg, hogy ez illeszkedik a személyiségünkhöz. Talán a legjobban. Tudom, hogy egész jó halad a csata. Jött az udvarunkba egy gyakorlott gyógyító. Ő jobb gyógyító, mint az én jelenlegi gyakorlott gyógyítóm? Nem jobb gyógyító, viszont kevésbé van a halál szélén. Az viszont jó hír. Így is. Hova mehetek ezzel az esereggel ostromolni? Uh, ide? Ez egy nagy erőd? Nem annyira. Ezek így rendben vannak, többé-kevésbé. a Guest, Experience Fighter. Ehh, jó, oké, okay. annyit nem ér nekem, hogy feltétlenül én ezért fizessek, de örülök, hogy ott vagy. Mindenképp hasznos. Én meg itt csak ülök, itt várom a halált. <laughs> itt amúgy elkezdte összeszedni a seregeit. Erre a seregre le kellett volna csapnom, ezzel a sereggel. Mielőtt még egyesíti őket. Három évig tartó ostrom. Mm. Menő. Na kit lakjunk bele ezúttal a vízbe? Beatrice-t. beatrice, beatrice belelöktem a, a lóítatóba, és így csökkent a stresszem, szóval végül is megérte. Hagyjuk ezt az ostromot, mert buta. Megkaptam, megörököltem Temest. És... Uh, és a Temest, ja. Ezt megörököltem. Hm. De Diana? Ez milyen háború? Ez nem az én problémám, az a helyzet. Ez a háború. Viszont itt ugye ö, meghalt Ádár, és valószínűleg meghalt Ádárnak a lánya is. Ezért került rám vissza a trón. Nem halt meg. Akkor itt mi történt? Hát akkor ez visszaszállt rám, ezek a területek visszaszálltak rám. Dezső a következő, akinek ugye nincsen semmi öröksége, de ő valaki a Kamplung árgesnek az örököse, akkor nem Dezső. Van olyan film, aki nem örököl. Van. A 14 éves Csaba. Csaba Herceg. Na Csabának odaadhatjuk ezeket a területeket. Most már elég nagy fiú, hogy elboldoguljon magában. Azt mondja, hogy... Azt to take the vows. Mm, ezt mondtátok amúgy, hogy ez egy opció. De szerintem nem lehet megkérni olyan embert, hogy, uh, hogy menjen és... De meg lehet kérni. Wow. Tehát elküldhetem Mátét? Nem, mert Máté már... Várjunk, ez gond. Máté-nak a felesége a Provence hercegnő, de akkor most ő megörökli az erdélyi területeket, viszont Provence be fog neki segíteni. Ez gond. Ez gond, ez gond, ez gond, ez gond. Ez határozottan gond, ez kifejezetten gond, ez gond, ez gond, ez gond. Uh, nem jön össze úgy a tervem, ahogy szerettem volna. Azért, mert kiázasítottam a fiamat, és nem láttam, hogy hova házasítom. Oké, okay. mi lenne, hogyha. Ez a Mátya van egyébként probléma. Miért, hogy azt mondom, hogy nem az, nem az én fiam? Denounce. De ez nem működik. Disinherit. Nem az part of your realm. Ez sem működik már. Ó, oh, gyerek. Mert ez csak a baj van. Ami az ő ikertestvére volt. Ki volt az ikertestvéred? Ja, Klára. Igen. Oké, okay, próbáljuk meg megoldani ezt a problémát. Szóval azt néztem, hogy igen, elküldhetnénk, hogy menjen el csúhásnak, Csaba, és akkor nem lenne vele gond. De igazából ezt akkor kellett volna megoldani, mielőtt Mátét kiházasítottuk. Ő például nem fogadná el Ábel, mert valószínűleg már felnőttek. Há, igen, ezt okosabban is lehetett volna, de legközelebb tudni fogjuk. Meg legközelebb okosabb leszek. Provenci Mátéval vannak problémák. Mi Ha hogyha odaadnám? Valószínűleg nem tudom adni Miklósnak ezeket a területeket. Tehát nem tudom adni neki Erdét. Jep, nem lehet adni neki, mert uh, nem azt fogja örökölni. Valószínűleg el fogjuk veszíteni Erdét, és valószínűleg meg kell háborúzni érte. Úgy elveszítjük, hogy Tehát nem fogjuk elveszíteni igazából, mert a birodalmon belül marad. Viszont. Viszont, nem az én személyes Földem lesz. Ah, pedig ezek, ezek nagyon jól termelnek. Azt hiszem. Pénzt mondjuk nem látok, hogy mennyit hoznak be, de szerintem... Sok pénzt hoznak be. Viszonylag. Szóval ez valamennyire problémás lesz. We replace Katalin Arpad in the war against Duchess Diana. Jó, ez annyira nem érdekel. Katalin Árpád, ő az unokám, ő az, akit letettek a trónról valamiért, vagy valahogy. Na, a lényeg a lényeg, hogy ezt akkor odaadjuk Dénesnek. Igaz? Prince. Ja, ő itt nem jelenik meg, mert nem felnőtt. De ettől függetlenül adhatok neki területet. Itt van. Csabának, nem Dénesnek. Bocs. Bocs. Uh, Grand Titles, krassó és Temes Jó És amúgy házasodhatsz is, most ezt rád bízom, keresd egy szép asszony magadnak Jó, ezt most megoldottam, ezzel minden rendben van Ezeket akár haza is mehettek, ti látok nincsen szükség És akkor itt kell folytatni a háborút, megfigyelni, hogy ez itt jól alakuljon és ne nagyon támadjon ránk senki így váratlanul. Az a csata az meg lesz, az király. Aj, pedig olyan akartam csinálni ezt a provenci öröklést, de csak bután sikerült. Nem jött össze az okosság. Na hát elfoglaltam egy csomó fővárost. Most akkor jöhetnek a nem fővárosok, mondjuk Alméria. 60%-on van a Warscore még mindig. Úgyhogy némileg para. Viszont megnyertük magát a, a Havasalföldi földi rázadást, ami meg király. Oda kell még menni, esetleg őt megpróbálhatjuk elkapni. Most amúgy eléggé zajlanak az események itt délen, akkor nem kell, akkor kezdj el ostromolni, 16 hónap, wow. Szóval eléggé zajlanak itt a hispáni félszigeten az események, de nagyon jól védi a, a, a belső területeket, a legfontosabb területeket nagyon jól védi sajnos a, az ellenségünk ezzel ellen összehangolt támadással tudnak bármit kezdeni. Közben a helyre tovább darabolódik, vagy nem? De igen, kivált belőle itt Északon is Felső Burgundia, és ugye Flandria is már önálló egy ideje, most ezek nem számítanak, viszont. Viszont ja, szépen-szépen elkezdett feldarabolódni a birodalom, és úgy tűnik, hogy csak nem fogom én ezt meg tudni megszerezni a bohémiai király címet. Majd idővel talán eljutunk oda is, de egyelőre valószínűleg meg fog halni, mielőtt véget érni ez a keresztes hadjárat. Részben köszönhető saját magamnak, Ugye, hogyha beküldöm középre azonnal támadni a vorgóra a seregeimet, akkor lehet, hogy nagyobb sikert érünk el, de lehet, hogy nem. Lehet kisebb sikert érünk el, soha fogjuk megtudni, hogy mekkora sikert értünk volna el. Oda kéne még bemenni, viszont ahhoz van egy-két erőd, ami az útba áll. Mert ez a Dunnunid szultánátusnak a, a... fővárosa, mondjuk ha azt bevennénk, az elég nagy... Erő lenne. Ez mi van még hátra? Abel és a Pízai Kárla Mindenképpen házasodjatok össze. Közi. Várj, Abel... Abel örököl? Abel örököl, igaz? Ábel nem örököl? Egyáltalán? Dehogy nem. Moldáviát Ábel fogja megörökölni. Hmm. Ugye ez nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy én, én szerettem volna eredetileg. Van egy olyan érzésem, hogy hoppá. Hoppá, hogy beakadta a játék egy picit. Nem tudom, hogy mi történt, volt egy ilyen pík. mindegy, szóval uh, van egy olyan érzésem, hogy nem pont, nem pont úgy alakulnak a dolgok, hogy szeretném. Bután csináltam természetesen. Ez lesz itt a probléma. Nem is akarok más hibáztatni. Annyi, hogy még ez az örökléses játék, ez nekem nem megy annyira. De figyeljetek, ez egy hosszú sorozat. Aztán még jönnek újabb sorozatok. Előbb-utóbb csak talán most már uh, eljutok oda, hogy megértsem, hogy mi hogyan működik. Azt hittem, értem. Nagy részt értem, kis rész nem. Meg kis részt amúgy nem figyeltem hogy kit hova házasítok. Megnyertük közben a háborút. ez csak 100% Kingdom of Aragónia. Na, közs meg a békét. Úgy bizony. És Elek megkapta. Mondjuk ez nem gond. Nem erre számítottam, de ez nem gond. Tehát a, a... Sőt, még jobb is, hogy így alakult. Mert az Elek, aki szintén az Árpádházból való, ő megkapta ezeket a területeket pluszban. Tehát nem jött létre egy extra királyságot, hanem kapott Érleteket. És ez nekem megfelel. Abszolút, abszolút fantasztikusan tökéletes. Jó, ez nem fontos annyira, és renszomolni szeretnének emberek. Szerintem nem fogok senkit elengedni most. Ezekre az emberekre mind szükségem lesz, hogy uh, most. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Miklós, második Miklós ráadásul, aki okay, nem hasonlít rám, de mindegy. Mit mond rólunk a játék? Emperor Salomon a magyar-lengyel Monarchia királya, megpén az úrkarjai között 64 éves korában. Halála oka rák. Ismert gyilkos, és a következő életben a következő életben megszámolhatatlan bűn miatt kell felelnie. Miklós császár emelkedik a trónra, egy gyanakvó ember, paranoiás és ez valószínűleg nem fog tetszeni a, a, a vazalusainak. ó. Oh remek. Uh, title, Lost on Succession, igen, ezek várhatóak voltak. Dezső, Ábel, Máté és Linics pedig, hát ő már akkor a negyedik királyunk lesz, ugye László, még első Miklós, Salamon és második Miklós a királyaink sora. Úgyhogy folytatjuk második Miklóssal. Az utódunk, a fiunk, Gabriel, akit azonnal elkezdek nevelni. Először is milyen lifestyle legyen, Uh, most neki van diplomácia. Lehet intrig és diplomácia. Legyen diplomácia. Nem a kedvencem, de legyen diplomácia. Csak egy kicsit érdekesebb legyen, nem mindig intrig. És akkor neked azt mondom, hogy educate child. Igen, én szeretném edukálni a gyerekemet. Köszi. És azt kezdtem el az előbb végig hogy van-e valami olyan ember, aki sok pénzt adna, és például Duchess Gizella sok pénzt adna. De őt most. Ő is sok pénzt adna. Jó ég, te mehetsz. Te mindenképp mehetsz. Ő is sok pénzt adna, ki tudná fizetni. Azért, várjátok, azért adnak ilyen sok pénzt, mert olyan a lifestyle-om, stewardship-ben vagyunk. Megvan a Golden Obligation, payment, tehát pénz a húkok egy cserébe. Vessel tax contribution plusz 10%, 10%-at több adót fizetnek a vazallusok. Háború a 10%-at több a bevételem. Tudok pénzt kérni a vazalusainktól, ez hasznos. Um, minél magasabb a stresszem, annál nagyobb a bevételem. A, a dreaddel együtt csökken a menetámzóknak a, a fenntartása. Ezt azt hiszem az egyik streamben, streamben vagy videóban kiszámoltam, hogyha ha maximumon a dread, akkor fel annyiba kerül a menetámzók fenntartása. Aztán a republikán rulerek jobban szeretnek, és 15%-kal többet adóznak. És el tudok adni címeket, csak úgy. Oké, okay, ez mind nagyon szuper. Hogy állok most ebből? 6 per 9 a domén tekintetében. Tehát nyugodtan jöhetnének be még domének. Uh, úgyhogy erre nincs annyira szükségem a plusz 3-ra. Inkább, ami kéne, az a. Az ez, Duty Focus. Mert ez ad nekem Enemy Agent Acceptance minus 5. Oh, az nem jó. Nekem az ellentéte kéne hogy inkább elfogadják a, a, a gyilkossági vágyaimat. Uh, akkor viszont csak simán bevételt kérek. Ez nem a stewardship bónusz, de ad bevételt. És a pénzre most szükségem lesz, úgy érzem. Mi van még, mi van még? Azt akartam megnézni, milyenek a képességeim. Diplomácia 5, az elég rossz. Marshall 10, Stewardship 15, Intrigue 13, ez hasznos. Learning 7 és Prowess 10. Jó új pátriárkám van, aki úgy látom, hogy nem kedvel, és újra, hát, az nem kifejezés, hogy nem kedvel, de el tudom csábítani. Komolyan? Ó, oh, miért? Heteroszexuális vagyok, miért tudom elcsábítani? Mert ő meg tehát akkor az ő irányultságán múlik, nem az enyém? Érdekes. Oké, okay, az most kicsit hagyjuk. Most az, hogy ő nem kedvel, az egy dolog, majd megküzdünk vele. Ez itt sokkal nagyobb probléma. Elkezdem feltöltetni a tanácsot. Tehát ide jöjjön. Ide jöjjön Donát. Spymasterünk az legyen Orbán, a Visegrádi Orbán. A stewardünk legyen... Az egy Grimaldot kell szeretném mindenhol használni. Három, négy, három nagy vazalusom van. Mackó, Grimald és Wernerhin, ezek mondjuk sorra fognak meghalni. Grimald 72 éves, Mackó 64 éves, Wernerhin még csak 44, de hogy nyugodtan kirakhatjuk ide Grimaldot, dolgozzon csak addig, amíg tud. Nem, ide jön Mackó, mert Grimaldnak kicsit jobb a stewardshipje, mint Mackónak lett volna. Így. És ami mindenki utál, de egy határozottan nagyon durván mert bűn bűnös vagyok amúgy, a szadizmusom az, azt nem nézi jól a katolikus egyház. Ezek megvannak, reward, Clara kapta a rewardot, Holy Order Hired, New Patriarch, Ynasty has Change, ez majd visszakerül hozzá, most ugye még mindig, ó, a Jeruzsálemi Móricra ment át, de majd visszakerül mindjárt ez a képesség, és akkor kezdjük azzal, hogy lemegyünk a börtönbe a tömlöcbe. Hát nem is a tömlöcbe igazából, csak felsorolkoztatjuk az embereket, és szépen egyenként kivégzem őket. Van most dredem? Nincs. Akkor elég sok embert kell kivégezni. Mivel szadista vagyok, ezért ez csökkenti a stresszt, úgyhogy ez elég hasznos. Na most... Uh, kiket érdemes? 12 dread. Hű, ezeket amúgy mind érdemes kivégezni, szerintem. Most kicsit amplózolom a játékot, megnézzük, hogy hogyan változnak a dolgok. Létrehoztak a frakciók ellenem, hál' Istennek. Az egyik egy Orbán szeretni a trónra, biztos, hogy nem, a másik Dezső szeretni a trónra. Az érdekelne, hogy neked ki az utódod. Én vagyok az utódod, tehát Máté utódja, én vagyok. A felesége nem terhes. Magyarul, ha Mátét most eltenném lábalól, Henrik. Ja, most éppen gyilkolok valakit. Kit akarok megölni? <laughs> Miért? A riválisomat ma akarom ölni, adjuk már. Tudom, hogy mindjárt lassan végezni akart vele, de ez fölösleges. Szóval én csak megölném őt. Azért, hogy megkapjam a területeit. Ó, de akkor viszont. Nem lehet rivókolni, igaz? Tyranninek számítana. Nincs -e klémem? Transzilvániára? Nem, csak Nitrára van klémem. Ah, érdekes, hogy Nitrára van klémem egyébként. Ezt el tudom kérni? Tőle? Nem. A Donátot kéne megkérni hozzá. A nem fog belemenni a buliba. Hát a lengyel király, azt mondom, hogy... Rivok title, és nekem nyitra kéne. Csak az nem a tied. Aha, ez egy. Oké, okay. érdekesen alakulnak a dolgok. Mindegy. Tehát tőle nem tudom elkérni a címet. Ö, tőle. Mert nem ő a, nem a top vessel. És a magáltatófeszülőt nem tudom elkérni, mert nem hozzá tartozik a terület. Oké, okay. persze, ez logikus. Hogy ne lenne az. Mindenkinek én vagyok az utódja. Ő ugye a. Ó, oh, várjunk, ő a pízainek a feje. Á, oké. Nekik, nekik. Tehát nekik meg kéne szülessen egy fiúk, hogy a Provenci trónon magyar maradhasson, vagy árpád maradhasson, vagy legyen. Viszont akkor már ő örökölni ezt is. De a Transzlívánia. Szóval a logikus, vagyis a, a, a jó döntés, vagy a jó út az lenne, hogy ráküldöm ide az emberemet, hogy szerezzen klémet a Transzilvániára, és azt el tudom kérni akkor tőle, Mátétól. Kiküldtem az embert, hogy megölje. Mm. És nagyon szívesen csatlakoznának amúgy hozzá népek. Ja, ez nem tudom, hogy alakuljon. Mert ez, ez, ez problémás. Hogy állunk amúgy most feksönökkel ez még, ezek még nem frissültek be megfelelően. De... mindegy is. Viszont most... Jaffarért járna pénz, Havaiért és Dacia Izabellaért, Mindenki mást ki lehet végezni. Még ezt megcsinálom ebben a részben. Jaffarért járna pénz, igen. Ja, itt jelzés. is. Szóval akkor őket ne végezzétek ki, aki fizetne. Mindenki más szerintem mehet a levesbe Ugye itt azokat kell bekattintani, akiket nem szeretném, hogy kivégezzenek És akkor most azt mondom, hogy Mass Execute 9 karakter, az lehet, hogy overkill Akkor még vegyük ki belőle a katolikusokat is Őket csak akkor, hogy nagyon muszáj Így Mass Execute 7 karakter, egyenként 12 dreadet adnak nagyjából, tehát a végére ki fog jönni az a 70x, és 80 körüli dreadet fogunk végezni. Jó, kivégeztünk egy csomó szimpatikus figurát, és így felment százra dreadem, nagyszerű. Viszont leesett a én valószínűleg azért, mert csak maradt benne katolikus. Úgyhogy az elsők között fogok elmenni egy pilgrimage-re, nagyon sok pénzért cserébe, és menjünk a Jeruzsálembe, ott is van rokom. Teljesen jó. És akkor az a kérdés, hogy most ennek örömére hogyan alakulnak a dolgok a első elsősorban. Közben van egy óriási botrány. És úgy tűnik, hogy Macó, Asbisóf Macó az apja Józsa Árpád gyerekének. Józsa Árpád az a... első Miklósnak az unokája. Ironának a lánya. Oh, Oké, okay. izgalmas. Tehát hogy állunk most itt fekszönökben? Mi az, hogy ezer százalék? Légy cihoz, rendben magad, mert ez ezer az, az butaság, ezt te is tudod. Na, köszönöm, itt vannak a valós számok. Bonditák támadtak rám. Hát próbáljunk megvédeni magunkat. Ha esetleg megtudnám, hogy hogy sikerült. M megsérültem, fantasztikus hír. Duchess Gizella szeretne ilyen a börtönből, 140 aranyért odamész, ahova akarsz, kedves Duchess Gizella. És én vagyok az Árpád dinasztiának a feje. Viszont most az, hogy nem jött fel az, hogy a gyógyászom segít, azt jelenti, hogy nincsen gyógyászom. Úgyhogy örülnék amúgy, ha erről a játék szólna, de egyenlőre nem teszi. Milót kinevezhetnénk gyógyásznak, sőt, a pátriárkánkat ő még jobb gyógyítási képességekkel rendelkezik. Ja, a pátriárka lesz az, vagy püspök, Uh, kérlek, gyógyíts meg. 10 forintért meggyógyít. Ó, oh, és meg is betegedtem. Ó, oh, gyerekek, ez nagyon rosszul kezd alakulni. Haza kell térnem, váradra. Ez nagyon problémás. Beteg is vagyok, sérült is vagyok, nagyon rossz az egészségem. És ha most meghalok, akkor egy nyolc éves fiúval kell folytatnom. Uh, ez, szadista vagyok, szóval elküldjük a, a ragyás embert az ellenségünkhöz. Most kicsit még játszok, tudom, hogy túl vagyunk a játékidőn, de most nagyon kíváncsi vagyok. A taint within. Ajaj, ez egyre rosszabbul alakul. Do no, do no more what is necessary. Is too late for caution. Ö, próbáljunk meg, próbáljuk meg azt mondani, hogy too late for caution, mert mert nekem most eléggé severe penaltin van az életem. Disaster Strikes. Oh no! <laughs> oh no! Nagyon megkínzott. Several penalty vagy severe penalty kaptam a gyógyászatra. Az idézőre gyógyászatra. Jó, megy a börtönbe. Nem, simán kivégzem. Hú, srácok! Dying. Haldoklom. Ez gond. Nagy gével. <laughs> Oké. Okay. Akkor hagyjuk itt abba. <laughs> Megjelent az is, hogy meg fog halni. <laughs> Most amúgy várjatok, nincsen, nincsen udvari fizikusom? fizikus, udvari gyógyászom? Keresem egy udvari gyógyászt. De én sürgős sebességgel. Valaki gyógyítson meg. Nem bízom abban, hogy kijelölök embereket csak így random az udvaromból. Amúgy új pátriáknak van, aki még jobban utál. Ki legyen az Pál a gyógyászom, vagy pedig Adalpak? Mindenképpen Pál. Na Pál, mit tudsz, mit tudsz felhozni? Time for treatment. It's too late for cost. Most már mindegy amúgy. Jó, great reduce symptoms egy évre. Na talán, talán ez segít. Hol van az egészségem? Visszamentünk púra, és viszont mindig azt írja játék, hogy haldoklom. Vajon ez el fogja -e múlni a hónapváltáskor? Nem. <laughs> Oké. Okay. Még mindig haldoklom, de most már kicsit kevésbé. Greatly reduced disease symptoms. Jó, jó, munk pár jó munkát végzett. Hát meglátjuk, hogy hogyan alakul ez a későbbiekben. Köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk a következő részben. Sziasztok!